Jézus hatalma. Az emberek csodálkozva kérdezgették: ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskednek neki? Máté evangéliuma 28. fejezet 27. vers. Két dolog jutott ma reggel eszembe. Augusztus 20-a van, a kenyér ünnepe. Learattuk, betakarítottuk a gabonát, Isten segítségével lesz kenyerünk a következő évben. Néhány évszázaddal ezelőtt valaki néhány kenyérrel jól lakatott több mint 5000 embert. Ugyanez a személy hatalommal parancsolt a szélvésznek, a hatalmas hullámoknak, és azok, mint egy hűséges kutya, elcsendesedtek, nem tomboltak tovább. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy másik dolog. A nyáron gyerektáborban voltam. Kitettem az asztalra a kesztyűmet. Jó meleg téli kesztyű a 30 fokos melegben. És megígértem a gyerekeknek, hogy most varázsolni fogok. Megkértem az asztalon levő kesztyűimet, hogy nyissák ki az ablakot, mert nagyon meleg van. Próbáltam hangosabban biztatni a kesztyűket. Aztán mást kértem. Hozzanak nekem gyorsan egy üveg vizet, mert kiszárad a torkom. Erre sem reagáltak. A gyerekek először majd kiestek a szemükön, hogyan fog elindulni a varázslat. De aztán ráéreztek, hogy be kell segíteniük. Minél hangosabban kérleltem a kesztyűket, ők annál hangosabban mondták, hogy húzd fel, húzd fel. S láss varázslatot, amint kapcsolatba kerültem a kesztyűvel, mindenre képes volt. Szó nélkül hozta a vizet, nyitotta az ablakot. Ennyire egyszerű ma is. Lépj vele kapcsolatba, és ketten csodákra lesztek képesek. Már is indulhatsz.